Néhány nappal ezelőtt számoltunk be arról, hogy a Sátoraja új helyi Trefort Ágoston szakképzőiskolában négy tantárgyas érettségi képzés folyik. Ezzel együtt párhuzamosan pedig egy dobbantó elnevezésű hátránykompenzációs program is elindult két éve. Ennek célja, hogy azok, akiknek nem sikerült a nyolc osztályos általános iskolát befejezni, lehetőségük legyen az alapvégzettség meglétére. Huszovszki Mária Ágnes az intézmény igazgatója elmondta, hogy a program két célcsoportot szólít meg. A nappali tanulói jog viszonya rendelkező tanulók számára, akik betöltötték a 15 évet, viszont nem rendelkeznek 8 osztályjal. Van 7 osztályuk, 6 osztályuk, esetleg 5 osztályuk, de szükségük van az általános iskolai végzettségre. Ez egy lehetőség. Tulajdonképpen ugyanez a menet a felnőttek esetében is, tehát felnőttek is jelentkezhetnek. A különbség a kettő között annyi, hogy a tanulói jog viszonya rendelkező tanulók minden nap itt vannak az iskolában, minden nap foglalkozásokat tartunk a számukra, a felnőttek számára viszont egyéni tanrendet állítunk össze, nekik is meg kell jelenni délelőtt, viszont nyilván nem minden nap, hanem munkahelytől függően, vagy az adott életkörülménytől függően kell bejárni az iskolába. A program több hónapot vesz igénybe, amely nem a szokásos oktatást foglalja magába, folytatta az igazgató. Ezt a programot két évvel ezelőtt indítottuk be, és én úgy gondolom, hogy sikeres. Maga a dobbandó program önmagában nem elégséges az általános iskolai végzettség meglétéhez. Erre ráépül az úgynevezett műhelyiskola. A képzés időtartalma nagyon rugalmas, nyilván ezt a két programot együttesen ezért is nevezik rugalmas tanulási útnak. A program 6 hónap és 24 hónap közötti időintervallumban teljesíthető. Nincsenek tantárgyak, nincs hagyományos klasszikus oktatás, képességfejlesztés van a dobantó programban, a műhelyiskolában pedig szakmatanulás, rész szakmatanulás egészen pontosan, és ez az egyéni előrehaladástól függ, hogy milyen gyorsan halad egy tanuló. Huszoszki Mária Ágnes hozzátette még, hogy az elmúlt évek tapasztalata, hogy vannak olyan tanulók, akik rövidebb idő alatt végeztek a tanulmányaikkal, de volt olyan is, akiknek szükséges volt a két év.